Sikerrel zárta az első hétvégét a városi piac. Míg az újranyitás napján az idősek, addig szombaton csak a 65 évnél fiatalabbak léphettek be a két részre osztott vásártérre. A vevők elsősorban friss gyümölcsöket és zöldségeket kerestek, de az otthon termeszthető palánták is rövid idő alatt elkeltek. Varga Józsefné évtizedek óta árul családjával a helyi piacon. Mint mondta, örülnek a felújításnak és elégedettek a körülményekkel. A párom már több mint 20 éve ezen a, sőt még a nagyanyánk is ezen a piacon árult, mint régi biciklis piacozó, Monostorról hordta be az árut. És én azt tudom mondani, hogy mi meg voltunk nagyon elégedve. Most a sok ellen propaganda meg minden volt, de mi meg vagyunk elégedve. Csak így tovább. A virágárusok az új szárnyban kaptak helyet. A növények iránt is nagy volt a kereslet szombaton, egyes fajták már kora délelőtt gazdára találtak. Nagyon szépen viszik a petóniákat, mert nagyon gyönyörű, apró, azok bírják a meleget. Szép rény van, legalább 10-15 féle szín, és van választék. A muskátlit is jól vitték ma. Tehát azt mondhatnám, hogy amiket kihoztunk, van, ami teljesen elfogyott, a jegyecske, ami földbe ültethető, azokból nem maradt egy se, azok mind elfogytak. A vásárlók gyorsan alkalmazkodtak a biztonsági előírásokhoz, így a szabályoknak megfelelően maszkban egymástól kellő távolságra tartózkodtak a piac területén, mondta Mészáros István. A piacvezető hozzátette, a második napon is sokan látogattak ki a területre, így rövid idő alatt elérték a maximális 270 fős létszámot. Pozitívan zártuk a mai napot is. Én úgy vélem, hogy ebben közrejátszott az is, hogy sokáig nem volt piac, és az emberek valamilyen szinten kivoltak már éhezve a közösségi térre. Hiszen ezt tudjuk, hogy nem csak az adásvételről szól a történet, az emberek kijönnek, beszélgetnek, egymásra ismerkednek, ismerősök találkoznak. Tehát nagyon-nagyon jó. A nagy érdeklődésre való tekintettel a vezetők úgy döntöttek, egyben nyitják a két piac teret. A módosítás következtében mindegy 100 fővel többen tartózkodhatnának egyszerre a területen. Legközelebb szerdán lesz piac a városban, akkor a szabályok értelmében 9 óráig az idősek, majd a délelőtt második felében a 65 évnél fiatalabbak vásárolhatnak.